Na, sziasztok srácok, itt végig ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban ismételten brószerszózni fogunk, méghozzá nem akármit csinálni, hanem ládát nyitogatni. Egész pontosan az fog történni, hogy ha mai nap nem sikerül új karaktert nyitnom, abban az esetben meg fogom venni a shopban a lehető legnagyobb gempeket, ami csak benne van, ami 37.000 forintba kerülne, hogyha nem tudnék új karaktert nyitni. Ha esetleg ez a videó neked tetszik, akkor mindenképpen jelzesz egy lájkkal, kilövő feliratkozással, hiszen ez neked csupán két gombnyomást nekem, mert mindennel többet jelent, és örök hála plusz 12 nap minden egyes feliratkozásért, illetve lájkért. Köszönöm szépen, hogyha feliratkozol vagy lájkolsz, tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Meg ha bekövetsz Instagramon, link a leírásban, az is egy hatalmas segítség, köszönöm szépen. Na de akkor azt mondom, hogy váljunk is bele a videó fő témájába, és próbáljunk meg új karaktert nyitni. Nincs túl sok ládánk, ennyi ládából kell kinyitni az új karaktert. Ha nem ezekből nyitom ki, akkor nem ér, értem szerintem, még a shopban van néhány láda, de ezekből a ládákból kell kinyitni az új karaktert, és nézzük meg, hogy olyan sikerül-e vagy pedig sem. Én nagyon-nagyon szurkolok neki, hogy sikerüljön, mert ha nem, az eléggé fájdalmas lenne. Na de akkor nézzük is az első ládánkat, nem, egy pinnel kezdünk. Oké, itt az első ládám egy big box lesz, nézzük meg, hogy van esetleges módon egyből szerencsével kezdünk-e. 99 darab gold, sajnos ebben nem lesz új karakter, Gale 11 power point, Stu 12 power point, Mortis 20 darab power point, semmi egyéb, újabb big box fog következni, nézzük esetleg ebben mi lesz. 143 gold, wow, zseniálisan jó, 25 darab ilyen, 15 darab tick, és Bóra 15 darab szintén, majd Leonra 16 darab power point, egész korrekt kis láda volt, sőt, a gold egyébként nagyon-nagyon kiemelkedő. 100 darab gold, majd egy újabb pin érkezik hozzánk, meglátjuk, hogy esetleges módon a kisláda mit fog rejteni. Hát, ha itt már kicsit nagyobb szerencsénk van, de nem, mert 3 item van benne, az azt jelenti, hogy van benne gear, 8 darab, Dynamite 5 darab, illetve Bull 6 darab. Oké, jöjjön a megaboxunk, remélhetőleg itt már egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, és sikerül egy 8-as megaboxot nyitni. 8-as megabox ott is van, ott a 8-as megabox, az elég jó, azt kell, hogy mondjam. Oké. Nem oké. Így is fog villogni. Így is fog villogni. Mr. P. Jean. Lou. Bull. Tweak. Új karakter. Hogy mi? Kinyitottam meget. Kinyitottam meget. Na ne. Na ne, srácok. Na ezt nem. Ezt nem hiszem el. Én azt hittem, hogy Gormot fogom kinyitni, legjobb esetben, erre kinyitottam meget. Hogy mi ilyen, ez hogy? Hogy történt? Na jó, ez nagyon durva. Ez nagyon kemény. Ez nagyon-nagyon durva. Teljesen lesokkoltam most, wow. Hát mindenképp ki fogjuk próbálni ezt a karaktert, erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon régóta szerettem volna már kipróbálni, de eddig még nem volt rá lehetőségem. Meg kell találni, hol van. Neki is nyitottam? Nincs is meg, de itt van. Hát ez hihetetlen. Ez konkrétan hihetetlen. Viszont még nyitunk egy-két ládát. Nyitunk még egy karaktert, durva lenne. Csak-csak nem. Mármint, hogy csak-csak de. Pontosabban inkább így mondom. Én nem bánom, hogyha nyitunk. Hetes meg a box. Nem fog villogni sajnos. Sajnos ez a láda nem fog villogni. Rico, Spike, Jean, Ronan Ralphs. Oké, hát egyelőre ez valami brutálisan jó, ennek nagyon-nagyon örülök, és powerpointot csak-csak vegyük fel. Csak-csak, hogy ne power egyesen kelljen kipróbálni az új karakterünket. Most, hogy van rajta egy kevés powerpoint is, így is tudjuk fejleszteni. És be tudunk vele ugrani egy-két mérkőzést játszani. Már töltünk is be az első mérkőzésünkből, meglátjuk, hogyan fogunk teljesíteni. Jó lenne esetleg egy győzelmet valahogy összehozni itt egyből rögtön az első mérkőzésem. Meglátjuk, hogy olyan sikerül-e vagy pedig sem. Viszont ha nem, az se baj, csak csináljuk meg. Oké. Oké. Kapja halt. Nem tudom, egyelőre olyan szuper mega erősnek nem tűnt, mert nem tudom, hogy milyen karakter, hogy közel kell vele menni, távol kell menni, nem igazán. Sőt, nagyon-nagyon soha nem próbáltam ki, ha pontos akarok lenni. Most az ultim, az mit tud? Mit tud az ultim ilyen esetben? Nagyon-nagyon lassan regenerálok, ezt csak most látom. Aha, az ulti az ennyi. Elég komoly kis ulti. Viszont brutálisan lassan tudok csak regenerálni. Ez azokon a pályákon lehet nagyon erős, ahol vannak ilyen regeneráló podok, és akkor az a hátrány, hogy lassan tudod visszatölteni az életelőre, ez is megszűnik. Most már 6 drop power cube-bal rendelkezünk. Ja, nem is regenerálódok, bocsánat, most látom, hogy csak fogy az életerőm egyre inkább. Hanem csak fogy a... Áh. És az ulti meg ilyenkor elmegy.
Érdekes. De ilyenkor csak egyre fogy az életerőm, nem pedig regeneráltam el előbb, viszont nagyon kevés életerőm van most, arra oda kell figyelni. De visszamegyünk a kis robotunkba, és innentől kezdve már nem is lehet gond a győzelem. Az első meccset sikeresen vettük, és meg is tudtuk nyerni. Ennek mindenféleképpen nagyon-nagyon örülök. Na, de most mi van? Oké, már töltünk is be a második mérkőzésünkbe, ahol remélhetőleg szintén hasonló jól fogunk teljesíteni, mindegy az előző mérkőzésen tettük, meglátjuk, olyan sikerül ismételten győzelmeskedni, vagy pedig sem. Én azért mindenféleképpen szurkolok ennek, hogy megtörténjen. Hát, igazából egy ultit fel kéne töltenem a lehető leggyorsabban. Oké, pont át tudtam változni, mert majdnem meghaltam közben, a Rikót szerencsére sikerült megölnöm, viszont igen sok életerőt vesztettem az ultiból. Azt nem tudom, hogy visszamegyek kis emberré, akkor az ulti megmarad-e, hogyha nem nyomom el, vagy pedig nem marad meg az ulti, mindjárt meglátjuk. Nem, az ultit érdemes elnyomni nagyként, mert úgyis el fogod veszteni különben. Oké, de 98 életerőm van, szóval regeneráljuk egy keveset, én azt mondom, mert csak-csak nem kellene meghalni a játék korai szakaszában, mondjuk már azért top 3 van. Ilyenkor meg tudok halni, egyáltalán ebben sem vagyok biztos. Két top 2, kezd alakulni a történet, és az ulti ilyenkor magától feltöltődik. Na az viszont egy jó dolog, most látom, valamelyre erre fele kell lenni a ellenfelek halálába, és én azt hittem eleinte, hogy itt van, de lehet, azt a kár megölte. Na, Léci, oké? Okay. Eljebb megyünk, eljebb, arrébb, így helyes magyarul ez a kifejezés. Oké, hát egyelőre az első kettő meccset gond nélkül tudtuk hozni. Remélhetőleg a továbbiakban is hasonlóan jól fogunk szerepelni ezzel a karakterrel, mert tényleg brutálisan erős. Most az a nagy kérdés, hogy ezt a meccset is meg tudjuk-e nyerni, vagy pedig sem. Egy kolttal kell majd megküzdeni, vagy pontosabban feltölteni rajta az ultimat. Oké, átváltozunk. És a kolt halt. Power Cube megvan, ez így pont tökéletes is volt, azt kell, hogy mondjam, mindenféleképpen megyünk a Jackie-re. Nem volt range-be. Nem volt range-be, de így is meg fog halni, csak kicsit lassabban, mint hogyha eltáltam volna ultival, de azért nem panaszkodok, hisz tényleg a lényeg az, hogy meghalt a kedves kis kabátocska. Na, de most menjünk tovább, és a Nitát is próbáljuk meg likvidálni, meglátjuk, hogy olyan sikerülhet-e. Na, ő viszont, hát egy hit. Kicsit sajnálom, szegény, meghalt, csúnyán. Ő is meghalt. És maradt egy Shelly, akit valahogy meg kéne ölni. Szerintem őt is nagyjából egy vagy két hitelni tudom, hogyha elég közel hajlandó jönni hozzám, de ha nem, akkor nem, akkor is meghal. Hát ezek ellenőről elég szép mérkőzések voltak. Már töltünk is be a következő mérkőzésbe, ahol ugyanazt fogjuk megpróbálni csinálni, hogy eddig győzedelmeskedni. Meglátjuk, hogy olyan sikerülhet-e vagy pedig sem. Én azért mindent el fogok követni, hogy sikerüljön, egy Pennyvel kell megküzdeni, ha felém jön, de sajnos nem teszi ezt meg. Így viszont nem lesz könnyű feltölteni az ultimat, de nekem az ulti kell, szóval Penny, kérlek, ne haragudj, de nekem az ulti, arra szükségem van. És ez bizony te vagy a legjobb eszköz, meg is kaptam az ultit Penny által, és még szegény Pennyt is kivégeztük, meg majd őt is kivégeztük, meg majd megyünk előre a Nitát is megölni, de végül megölték. Ne, ez viszont baj lehet. Baj lehet, de nem lehet baj. Gyere vissza, kérlek, majd 8-bit. 8-bit, ellene az a kis robotkám. Elprimóta viszont ne gyere rám, így nagyon jó. Meg is ölhetik egymást. Elprimó van, Elprimó kapja, ulti megvan, Elprimónak meg kell halni, meg is halt. Most már csak 8-bitnek kell meghalni, meg is halt. Ezáltal egy újabb győzelem megvan. Király! Már töltünk is be remélhetőleg a következő mérkőzésbe, ahol szintén megpróbálunk győzelemeskedni, meglátjuk, hogy olyan sikerülhet-e vagy pedig sem. Ugyanezt fogjuk játszani, mint eddig, csak az a kérdés, hogy megint tudunk-e nyerni. Itt egy kedves Jackie, hát egyből rá is vagyunk megpróbálni feltölteni az ultinkat. Kicsit veszélyes lehet azért egy Jackie, mert ha szépen játszik, akkor igaziból könnyen el tud náspángolni, de egyelőre mondjuk nem akart nagyon bántani. Oké, megvan az ulti, el is nyomjuk, és így viszont már meg is fog halni. Kapja, meg is halt, így már is megvan az első darab Power Cube-om, illetve a nagy kis robotocskám. Nagy kis robotocskám, azért figyelitek a magyar kifejezési módot, mennyire szép ez a nyelv, hogy azért ilyeneket meg lehet engedni magunknak. Hát igen, főleg akkor, hogyha az ember még ráadásul beteg is, és a gondolatai nem 100%-ban a játékon vannak, hanem azon, hogy életben maradjon. Nem biztos, hogy könnyű lesz, de szerencsére sikerült. Ez is mennyire jó, hogy életben maradjon a való életben, illetve életben maradjon a játékon belül is. Na nézzük meg, hogy meg tudjuk-e ölni ezt az utolsó két. Na, az a shield, az igazán nincs rá szükséged, Róza. Ne bújj el egy páncél mögé. Nem, nincs rá szükséged, hidd el. Nem viszont, kedves Ems, önnek meg kellene halnia. Nem akart egy lövésből meghalni, akkor meghal kettőből. Viszont srácok, a mai videó ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmeteket, legyetek jó. Holnap találkozunk egy újabb videóba. Livestream valószínűleg nem lesz a közeljövőbe.
Viszont ami biztos, az az, hogy ha feliratkoztok, azt mondom, megköszönöm, nagyon-nagyon hálás is vagyok érte. Lehet egy like is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok, ciao, bye bye!